Az a mozgássérült gyermek, aki eljut lehetőségeinek határaihoz, már nem sérült. Ez volt Pető András nemzetközi hírű mozgásterapeuta jelmondata. Az idén 25 éves szombathelyi konduktív óvodai csoport növendékei és családjaik, jelenlegi és volt tanítványok gyűltek össze pénteken a professzor szülőházánál, melynek falán tábla emlékeztet Pető Andrásra. Ez a konduktív pedagógia egy olyan nevelési módszer, ami egy oktatási, tanulási folyamaton alapszik, és a mi kisgyerekeink, akik bekerülnek az óvodába, őket tanulási folyamaton keresztül sajátítják el a saját lehetőségeiknek a minél messzebb vitelét. Pető András 1893-ban született. A konduktív pedagógia kidolgozásával a háború éveiben is a legelesettebbeken próbált segíteni. Ezt az eszmét tűzte zászlajára Szombathely egyik legidősebb civil egyesülete is, amelyet 22 nő hozott létre a rendszerváltáskor. A Zonta Klub annak idején 1991, ha jól tudom, decemberében jött létre, és a célja többek között az volt, hogy a mozgássérült gyerekeket segítse. Így kapcsolódik Pető Ernő és a tevékenysége és a Zonta Klub tevékenysége egymáshoz. Jelenleg az Aranyhíd Nevelési Oktatási Integrációs Központ Mici Mackó óvodájában a Pető módszer elsajátítása mellett egyéb fogyatékkal élő autista, értelmileg akadályozott gyermekek támogatására is felkészültek a szakemberek. Pető András emléktáblájának koszorúzását követően emlékülésen idézték fel a szombathelyi származású professzor munkásságát, valamint a konduktív óvodai nevelés negyedszázados múltját.